Jó napot kívánok, sziasztok, köszöntelek benneteket, kiveszem innen a takarásból ezt a forgalmi engedélyt, megnézzük élőben itt az M3 Autópark telephelyén ezt a Lexus IS 200-at, ez egy nagyon dögös kis masina, 2000-es évéletű a gép, rendkívül módon szépen és rendben karbantartott kocsi, van hozzá ajándék is, ott lesz majd itt szerintem a srácok, itt vannak Feri és Peti is, velünk vannak és hoztak valamit nektek. Amit tudunk róla biztosan, ez Spanyolországból került be ez a jármű, hozzánk egyenesen Barcelonából, és ott a Fernandóé volt. Igaz, megnéztem, nem az Alonso nevezetű Fernandóé, hanem egy másik Fernando, viszont ennek ellenére ő is rendben is karban tartotta, és az itthoni gazdája is szintén. Aminek ugye nyoma van is, meg fogunk nézni, illetve meg fogunk próbálni, teszünk egy rövid próbakört, próbálok egyet karikázni veletek együtt itt majd a telephely körül. Amit láttok az, hogy szürke metál színű, kötfényszórós, és amúgy pedig tiszta lámpái vannak, egészségesek, rendben vannak. A motorja ez egy 155 lóerős soros 6-os motor, méghozzá itt hosszába van, belerakva ez a motor, és ugye hátsó kerék meghajtással rendelkezik. Aztán mondom itt az extrákat, ami ilyen karbantartás ügyileg. Cserélték benne a vezérlést, ami nem egy kis mulatság pénzben ugye ezen az autón, ami megtörtént nem olyan régen. Láttam az olajt benne, kristálytiszta, aranysárga olaj van a járgányban, és kint sem használatosak a Fernando, mert 2018. hóban, tehát 10 éves korában volt benne 102 ezer kilométer. Tehát így koróziónak sehol nyoma, sehol sem. Itt láthatjuk az alvásszámot, amúgy az akkumulátor is most került bele nem olyan régen, úgyhogy azt sem kell cserélnetek biztosan, és mondom, se szíjat, se görgöt, se feszítőt, se semmit, okos kereket is cseréltek benne, ami aki tudja, hogy miről beszélek, az tudja, hogy ez egy, nem egy olcsó mulatság, egyetlen egy autón se, hogyha cserélni szükségeltetik majd. Na nézzük itt körbe. A felnéjein Nexen márkájú, én azt gondolom, hogy ezt nem rég tehették rá, tehát egy-két éves Nexen márkájú nyári gumiszett van már, szépen rá vannak csavarozgatva, és eredeti gyári felnikők, a gumi, mint mondom, tehát hogy teljesen újszerű. Körbenézzük itt a gépet, látjuk a rendszámot, be tudjátok csekkolni ti is. Aztán, hogy rátérünk erre a dologra is, ezek is mondhatom majdnem, hogy ezek új felnik, ezeket most vették le biztosan, hiszen egy telet használták, és olyan, mintha vadonat új lenne. És a gumiról is elmondhatjuk, hogy ez nem éppen egy elkopott gumi lenne. Tehát az is, hogyha most keresem a dot számot rajta, az is egy nagyon fiatal, újszerű gumi a gépjárművön. Megvannak hozzá itt ebbe az acskóba ezek az ezüst, nem ezüst, hanem nikkelezett vagy krómozott csavarok, amit Feri és Peti kollégával őriztetek, nehogy valaki a zsebébe tegye ezt a zacskó kincset. Minden négy darab megvan, minden négy darab egyforma, fajta, minőségű darab. Nézzük meg, hogy hogy nyílik a hátulja. Szerintem innen fog kinyílni, és belenézzünk. Kettő év friss műszakival kínáljuk nektek ezt az autót, 26 áprilisi lesz ugye a forgalmi engedélyetekbe a műszaki vizsga. Ezen kívül van egy sízsák, aztán alámásztam ebbe, nagyon nehéz alámászni, mert itt ezt föl kell emelni, meg minden. Itt van az elakadási jelző, nagyon szép egészséges a feneke, és ugye van hozzá pótkerék. Így né. Bejezzünk a hátuljába. Van itt könyöktámasz, tehát két szuper fotel, nagyon jó benne csücsülni különben. Fejtámlák, és körbenézünk, akkor tényleg nagyon szép állapotú különben ez a gép. Abszolút ritkasságnak mondanám, ennyi idős kocsi az általában nem így néz ki. Négy darab elektromos ablakunk van, behajtható tükreink vannak, és állítható ülésmagasság és kormánymagasság, ez pedig bőrbevonatú ez a kormány. Aztán visszatekerjük a tükreinket, és akkor beleülünk. A zene eszméletlen jól szól benne, hát nem véletlen ilyen kis luxus Lexus márka, tehát van benne, ugye abban az időben még kazetta volt, nekem is van, még lehet, hogy be ki kéne próbálni. CD-t lehet vele etetni, azon kívül nagyon-nagyon finom, jó és dinamikus hangzású ez a zene, nem akarom itt eszméletlen jól szól. Ugye ott vannak a magas sugárzók hátul is, ugyanúgy benne a sok-sok hangszóró, úgyhogy nagyon szépen szól a zene. A váltója az egy 6-os kézi váltó, így láthatóvá válik. Pohártartó van itt nekünk, ilyen kis mini könyöktámasz, tárlórekesszel, nem cigis kocsi. Aztán
kipörgésgátló van itt, automata klíma. Így, né? Automata klíma, most nem klímázunk, óra, id és külső hőmérséklet jelző van itt. Megvan a három gyári kulcsa, 205.174 kilométert futott, látjátok, hogy hibamentes, az a villogó ember az én vagyok, mindjárt megoldjuk ezt is, így, né? És akkor itt látjátok, koncertot, de nem őt kell nézni, hanem a Fernándót, és milyen érdekes, tényleg úgy is van, ahogy mondtam, amúgy itt van különben egy csomó ilyen érdekes kis számlái, meg minden, amikor vásárolták még ezt abba az időbe. Itt még a régi vizsgánk van, 24.5. hó, de nem annyi lesz, mint mondottam, 26.4. hó, 9-i dátuma kapjátok meg, akkor kaptunk ide időpontot műszaki vizsgára. Na nézzük meg, hogy indul. Itt levesztem a kulcsok, ki, vissza. Íme már is jár a 6-hengeres csoda masinánk. Majd ide kigurulok, hogyha ez a kis sárga autós bácsi innen el fog menni. Már pedig lenne el fog menni, és aztán lesz egy zöld lámpánk, akkor kimegyek innen. Közben megnézzük még, mik vannak itt gyorsan. El tudtok menni majd vásárolni, hogyha szeretnétek. Mik vannak még itt. Szép kis plüssös ez a kárpitozás. A tetőkárpit is végig. Légzsák jobbról. Egy jó mély tárlórekesz. Szerintem így ennyit tudok mutatni nektek a belsejéből, mert ezeket már átnézegettem mindet. A tükröket, ablakokat, mindent megnéztem, hogy működnek benne. Milyen igaz. Utolsó darab. Szerintem minden működik ebben az autónak. Mondtam, nagyon jó gazdája volt, szerették, és karbantartották rendesen a gépet. És aztán eljött a pillanat, hogy elbúcsúzok tőletek, mert ez a DHL-es innen nem fog elmenni, itt fog elrohadni remélhetőleg fél órát, mert a sofőr elment jó messzire. Lesz egy következő videónk ezzel az autóval, majd karikázok vele egyet. Sziasztok, legyetek jók, a viszontlátásra!